Megegyezett a kormány a média szabályozásról az Európa Tanáccsal. A szervezet norvég főtitkára azt mondta, hogy a kabinet kielégítő választ adott a strasbourgi székhelyű szervezet aggodalmaira. Azt is hozzátette, hogy nem szólhatnak bele abba, hogy kivezesse a média tanácsot, és a szervezet milyen döntéseket hozzon. Úgy fogalmazott, az Európa Tanács csupán arra törekszik, hogy a megfelelő fékek és ellensúlyok rendszere érvényesüljön a média szabályozásban. Köszöntöm a vonalban Gál Kingát, a Fidesz európai parlamenti képviselőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Láncid rádió hallgatóit! Ez most tulajdonképpen, képviselőasszony, mit jelent? Hogy valamit a magyar kormány engedett, vagy pedig az Európa Tanács belátta, hogy tulajdonképpen minden megfelel az úgynevezett európai normáknak, mert hogy nagyon szívesen használják ezeket a kifejezéseket? Szerintem is a válasz. Ez egy hosszas folyamat, amiben egyik félről az Európa Tanácsot a főtitkár képviselte, Jagland úr, másrésztről Navracsics úr, illetve a magyar kormány számos esetben tárgyalt velük, és a magyar kormány minden esetben kifejezte a készségét, hogyha valóban olyan problémás ügy van, ami elfogadhatatlan lenne, akkor kész módosítani, mint ahogy tette annak idején, amikor az Európai Bizottság szabta meg a szabott feltételeket. Ugye először az Európai Bizottságnak gyakorlatilag három kérdésben volt problémája, azokat módosította, azokat az elvárásoknak megfelelően kezelte a kormány. Ez pedig egy hosszas elnyúló folyamat volt, és gyakorlatilag minden olyan felvetésre, amit kérdésként tettek fel, vagy azt mondták, hogy ezzel esetleg lehet probléma, azt sikerült úgy rendezni, hogy gyakorlatilag most úgy értettük a tegnapi sajtótájékoztató alapján, hogy lezárul ez a párbeszéd. De ehhez még szükség van arra, hogy most tavasszal újabb módosításokat eszközöljenek? Itthon? Én úgy tudom, hogy Navracsics miniszterelnök helyettes azt fejezte ki épp a múlt héten, hogy ha szükséges, még bizonyos helyeken módosítanak, de ezek már gyakorlatilag nem lényeges elemeiben változtatnák a törvényt. Én úgy látom, hogy azban történt megnyugtató válasz, hogy a média tanács elnökét akkor nem a miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök nevezi ki, hogy olyan kérdéseket tudott rendezni, ez a kormány által adott válasz, amely biztosít az Európa Tanácsot most, mint másik tárgyaló felet arról, hogy kielégítő a média függetlensége. És valóban, amit Jagland úr mondott, ennél tovább azért az Európa Tanács sem mehet bele a dolgokba, mint ahogy nem is teszi semmelyik másik tagországa felé sem, és mint ahogy a bizottság sem teszi másik tagállam, Európai Uniós tagállam felé sem. Éppen ezért mi szerintem örülünk, hogy ennek most már így véget vetnek, ha ez igaz. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy azért itt az Európai Parlamentben ez a meccs tovább zajlik, hiszen továbbra is folyamatban van egy jelentés, amiről még tavaly januárban, illetve februárban döntött az Európai Parlament, és amelyikben a média kérdés újra előjön, függetlenül attól, hogy az Európai Bizottsággal sikerült megállapodni, most az Európa Tanács főtitkára elmondja, hogy kielégítette az a válasz és az a megoldás, amit a magyar kormány adott a felvetéseikre. Mégis itt megy tovább a cirkusz, épp a múlt hétfőjén volt egy újabb vita, ezúttal a média szabályozásról Magyarország kapcsán az Állampolgári Jogok Belés Igazságügyi Bizottságban, és hát ott, amit felvetettek és amit felhoztak, mindazok után, hogy egyértelműen látható, hogy azért történt változás, reagált a kormány, javított, és gyakorlatilag eltelt úgy egy év, hogy igazából nem tudtak semmiféle
olyan jogsértést, vagy olyan példát felmutatni, ami azt mutatná, le lenne szabad sajtó Magyarországon. Milyen problémák voltak ezek? Miket vetettek föl konkrétan? Hát ugyanazokat a kérdéseket, amit tavaly január óta, vagy most már gyakorlatilag 2011 eleje óta, hiszen akkor kezdődött ez a cirkusz, állandóan hallunk, hogy Magyarországon veszélyben van a sajtószabadság. Tehát általánosságokat továbbra is. Tehát az általánosságokat. Tovább, és újra meg újra előjön a Klubrádió esete, független attól, hogy végül is most működik, a Klubrádió mindig újra meg újra ugyanazok elhangzanak. De hát a legjobb a vita a vége volt, amikor a jelentéstevő, a portugál zöld képviselő azzal fejezte be, hogy hát jó, lehet, hogy nincs cenzúra Magyarországon, és ha bekapcsoljuk a rádiót, akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van, de mi van, ha lenne, és mi van, ha cenzúra lehetne, és emiatt kell nekik Ja, tehát már a lehetősége. Tehát a lehetősége is elég ehhez. Ez jegyzőkönyvben is van, tehát most már a lehetőség kérdése merült fel, amire én azt mondom, hogy hát akkor egyértelmű, hogy itt nem másról van szó, mint egy politikai játékról, és teljesen mindegy, hogy mi a válasz, és mi történik igazából Magyarországon. A politikai játékot azoknak az erőknek le kell folytatniuk, és mindig fognak találni újabb és újabb ürügyet a kötözködésre. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nem lesz ennek igazából nyugvó pontja. Egyébként az is érdekes, hogyha már szóba hozta itt az öncenzúrát, hogy közben egy egészen friss hír, hogy romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon 2012-ben, ezt a Riporterek határok nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet kiadott éves jelentésében lehet olvasni, és pont erről írnak, hogy széles körben elterjedt az öncenzúra a szerkesztőségekben. Azért, ja, is megemlítik, hogy a Nemzeti Konzervatív Kormány ellenőrzi a közszolgálati médiát, a baloldali liberális Klubrádió pedig több mint egy éve a műsor sugárzási engedélye megtartásáért küzd. Egyébként azt is hozzáteszem, hogy kérdőíves felméréssel készül el ez a jelentés, és a kérdőíves felmérésben azt mondja, hogy újságíró szervezetek, médiakutatók és jogászok vesznek részt. Ez egy olyan érdekes dolog, ugye az utóbbi időben minden területen Európának valahol foglalkoztak a magyar média törvénye, és ha megkapargatjuk a felszínt, és azt megnézzük, hogy honnan szerzik az információkat, vagy honnan jönnek ezek a panaszok, akkor elég szépen beazonosítható az a kör, amelyik ugyanaz a kör, és ugyanazokat az információkat juttatja nagyjából mindegyik helyre, és teszi meg rendszeresen a feljelentéseit, és ez nem más, mint azok a Magyarországon helyüket nem találó, és az ellenzékhez kapcsolódó emberek, akik gyakorlatilag, ha más nem, akkor állandóan feljelengetnek minket. Ha más nem tudnak tenni, akkor legalább feljelengetnek minket Európa szerte. Én abban reménykedem, hogy gyakorlatilag az, ami történik az elmúlt egy év, ahogy ma Magyarország kinéz, ha bárki eljön Magyarországra is, újságot olvas, tévét néz, rádiót hallgat, akkor megbizonyosodhat róla, hogy gyakorlatilag ezeknek a vádaknak alapjuk nincs, és akkor jönnek majd azok a politikai trükkök, mint amivel ugye zárult ez a Bel- és Igazságügyi Bizottsági vita is, hogy jaj, hát ha nem találtak konkrét problémát, akkor a feltételezésekkel kell foglalkozni, és akkor egy feltételes cenzúrától kell óvni a magyar társadalmat. Nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb le fog zárulni, hiszen ezek a viták, mivel alapjukat vesztették, előbb-utóbb kifulladnak? Igen, előbb-utóbb kifulladnak. Kifulladnak, és gyakorlatilag teljesen kontraproduktívak, ebben szeretnék reménykedni, de azért hozzáteszem, hogy ez az egész játék, amit játszik, azért ez egészen példátlan Európában, hiszen bármelyik ezen az alapon a potenciális ha kérdésével, hogy lehet-e
cenzúra történhet-e probléma, gyakorlatilag bármelyik tagállamot vizsgálni lehetne, és én úgy gondolom, hogy számosan a tagállamok közül, ha nem a legtöbben, ugyanezekkel a problémákkal szembesülnének, úgyhogy én ezt mindenképpen egy nagyon furcsa kettős mércének látom. Még mindig a cenzúrához, sajtószabadsághoz tartozó dolog, nagyon leleményes értelmező szótár kering egyébként az interneten. Nem mondom, hogy melyik internetes hírportál címeihez rendeli hozzá, úgymond az értelmezést. Néhány példát engedjen meg, hogy említsek, mert szerintem nagyon tanulságos. Azt mondja, így szól a honlap cím, éjfélkor kiröppent a zsebünkből 75 milliárd, alatt a magyar fordítás nem vezetik be az útdíjat. Azt mondja az internetes oldal, újabb elemző cáfolta Matolcsi érveit, a magyar fordítás egy neve nincs londoni gyakornok elismételte a tankönyvi közhelyeket. Aztán 300 milliárddal kevesebb a devizatartalék, a magyar fordítás, vissza kellett fizetni a 2008-as IMF hitel legnagyobb törlesztő részletét. No, megmutatok a két pólust, ugye, hogy lehet így is értelmezni bizonyos híreket, lehet úgy is, és azt gondolom, hogy megkérdőjelezni a sajtószabadságot ezek után, hát számomra furcsa, pedig újságíró vagyok, legalábbis annak mondanak. Igen, én is ezt mondtam el a vitában, hogy mindenkit szeretettel várunk Magyarországra, nézzenek bele az újságokba, nézzenek bele az internetes lapokba, és hallgassanak bele a rádió, TV adásokba. Én nem gondolom azt, hogy bárki veszélyeztetném a sajtószabadságot Magyarországon, vagy cenzúrát alkalmazva. Azt azért hozzáteszem, hogy tegnap elhangzott ez az Európa Tanács főtitkárának a sajtóértekezletén, hogy rendeződött egy csomó kérdés, és hogy pozitívan emelte, hogy a TV és rádiók hírszolgáltatási követelményei közül kikerül az átfogó, tényszerű, idészszerű, tárgyilagos hírközlés követelménye, hiszen ez túl sok szubjektív interpretációra adott volna lehetőséget. Nos, én személyesen rádióhallgatóként, tévénézőként és ennek a társadalomnak az egyik tagjaként, én nagyon sajnálom, hogyha az átfogó, tényszerű, idészszerű és tárgyilagos hírközlés követelménye nincs meg, mert akkor azok az interpretációk terjednek majd el, és szaporodnak hirtelen, mint amilyent most hát, igen, meg hát ugye azt mondja, hogy ez szubjektív. Na most számomra meg egy kicsit az szubjektív, hogy elhangzik az is a főtitkáról szájából, hogy ugye a média tanács elnökének magas szakmai minőségi követelményeknek kell megfelelnie. Na hát ez is nesze semmi fog meg, jól nem? Hát mit jelent az, hogy magas szakmai minőségi követelményeknek kell megfelelni? Akkor azt mondom, hogy az a konkrétum, hogyha megmondom, hogy ezen milyen végzettség kell, milyen tapasztalat kell, milyen publikáció kell, tehát hogyha konkrétan leírom, hogy mit várok. Ez egy általánosság. Na de hát nincs olyan szervezet ma, aki megmondhatja, hogy milyen legyenek ezek a követelmények, mert nincsen joga ezekbe a kérdésekbe egy külső szervezetnek beleszólni, semmilyen szinten, mint ahogy nem szól bele egyetlen másik tagállam esetében sem. Sem az Európai Bizottság ezekben a kérdésekben nem szól bele másik tagállam életében, mint ahogy az Európa Tanács a saját tagországai felé sem szól bele. Úgyhogy ezek azok a kérdések, amit minden ország, minden kormány a maga szuverenitásán belül rendez, és én úgy gondolom, hogy ez így van rendben. Köszönöm szépen, Gál Kingát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét hallották.